a tudatunk végre mit jelent, amit eddig senki nem mondott el. Csak az a baj, hogy nincs időnk arra, hogy után tovább témverek. Hát vedd elő a Matrix filmeret. De vár, ez nem lesz már az a félős ár, amit megszoktál. A szó, aki mondott szó, gratulálunk, köszönjük szépen! Nézzük, hogy a zsűri mit szól a produkcióhoz. Feró, kezd el az értékelést, kérlek. Kata, nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyok. Most a népszerűségem zuhanni fog. Nem tudom, hogy jó volt-e a dal, de az előadás az szörnyű volt, megmondom neked úgy, ahogy van. Lehet, hogy elméletileg ez a dal jó, de gyakorlatilag, ahogy elénekelted, az nekem nem tetszett, az nem jön be. Mindenféle modorosság van benne, olyan fordulatokat énekelsz benne, ami, hát én nem tudnám elénekelni, de amikor hallom, akkor az ember arra gondol, hogy jaj, nem, hagyja már abba már, jó van már, bosszulja meg, de ne engem, ha lehet. Feló, megint szőrös szívű vagy. Lilla, kérlek. Hát igen, Feró... Na, megint együtt leszünk. Látszik, most más a főszereplő, de hozzá kell tennem, bizonyos fokig egyetértek, de azért tényleg azt gondolom, hogy a te egyéniségedet egyébként érzem, és nagyon egyedi, nagyon egyéni a hangszíned, az egész habitusod. Viszont pont azzal a habitussal, amit nyilván mi kívülállók így látjuk, és sokan látjuk most ma este, folyamán ezek a női energiák nagyon fontosak. És arról már többször beszéltünk, hogy a zene maga ugye különböző rezgések. Rezgésekből áll, lélekből áll. És én értem ennek az erejét, hogy gyakorlatilag amiről te szólsz, illetve írtad a szöveget. Abban is problémám van, nem a témával, tehát nem a női energiával is azzal, hogy öntudatos erősnek kell lennünk, és a tudomány az mennyire fontos a női emancipációban, a jövőben, hanem arról szól, hogy az erő az nem arról szól, hogy így kimutatjuk hangban is, amikor túlfokozott az energia. Sokszor az az erős nő, aki tud lágy is lenni, és a zenében ezek az energiák valószínűleg a Feró is arra gondolt, hogy kicsit sok volt. Talán erőteljes volt. Tudom, hogy a lendület vitt, a jó szándék,
volt benne egy olyan erő, ami egy picikét, tudjátok, néha kisül. Egyébként a zenében néha én is nem értettem, hogy vokált hallok alatta, vagy olykor ráénekeltél. Voltak olyan foszlányok, ami számomra, vagy az ének effektus miatt nem tudtam igazán megfejteni. Tehát valószínű, ez is minket egy picikét megzavart. Attól függetlenül én gratulálok, mert mondom, egyéni a világod, a hangod, egy nagyon tehetséges ember vagy, de a dalnak ezek a úgymond hibái és energetikailag számomra is egy picit ez nehéz volt így feldolgozni, de köszönöm szépen. Lássuk akkor ezt pontokban, mit jelent. Feró, tőled kezdjük. Gratulálok, 5 pont. 5-ös. Köszönöm szépen. Lilla. 6 pont. 6 pont. 6 Misi. Pontot szeretnék én is adni. Szintén 6 pont. Sajnos részemről is 6, mert na mindegy, ez egy 6-os. Ez azt jelenti, hogy 23 pontot kaptál, Kata. Köszönjük szépen, fáradj a páholyba.